Maga mit látott a forradalomból? Meséljen nekünk. Remélem, hogy van egy dolgátok. Röviden, tulajdonképpen, akkor, amikor elterjedt a hír, mint a tűz a városban, ugyanilyen diák voltam, mint ti vagytok, és megkaptuk az egyetemről a hirdetést, hogy, illetve a szót, a röplapot, hogy tüntetés lesz ma, a diákok fognak tüntetni az egyetemistát. Hát nekünk más sem kellett, mint megtudni, hogy mi volt ez, és rájöttünk, hogy az oroszok ellen fogunk és a szabadságért fogunk tüntetni. Hát természetes, hogy megjelentünk, és hát még mindig rossz rá gondolni, hogy ez milyen volt, az a pillanat volt, amikor rájöttünk, hogy ezt meg lehet csinálni. És hát persze azóta csatlakoztunk mindenhez, és felvonultunk, elmentünk a bennszoborhoz, ahol a szabadság összegyűlt az egész társaság, a hatalmas tömeg, mire odaértünk, már nem lehetett látni az utcákat, az emberektől, annyian voltunk, és hát mindjárt egyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy ez lehetséges, mert addig mindenkinek csendbe kellett lennie, senki nem akármit akart mondani a rendszer ellen, azonnal bajba került, és mi tudtuk, hogy itt nagy problémák van, de hogy meg lehet oldani, azt nem. Amikor hát ez kiderült, és elszabolta a Simkovics Imre a Petőfinek a Talpra magyar versét, akkor mindenki fellelkesülve ment a rádióhoz. Velünk együtt átmentünk a hídon a rádióhoz, ahol azt hittük, hogy be tudják majd jelenteni, hogy megindult a forradalom. Azonban ott ávosokkal találkoztunk szemben, és hát a nagy tömeg próbált bejutni a rádiónak a nagy vas kapuján, amit hát nem tudtunk megcsinálni. Én mindjárt az első sorba voltam, ami hát egy probléma volt, mert hirtelen, amikor hát a nagy kiabálásra és a felhívásra, hogy engedjenek be bennünket, hirtelen kinyílt az ajtó, és egy nagy csomó diák ott betolult, mert gyakorlatilag volt a tömegés, ami más. És többek között én is. Azonban valaki rájött, hogy itt nagy probléma van, mert itt el akarják fogni a diákokat. És valaki engem visszarántott az ajtóból, mielőtt még bezárták volna az ajtót, és azokat a diákokat sajnos elvitték az ávó, és nem tudjuk, hogy mi lett velük, sok, azt hiszem, hogy nem maradt meg. Onnan viszont, amikor elindultunk vissza, miután sikertelen volt a rádió elfoglalás, mentünk a körúton, és ott már az első lövés eldördült. Valakinél volt puska, és hát ugye mindenki megdöbbent, mert ez már aztán valóban egy nagyon komoly dolog volt, és valaki felhűtött egy villamost, az ott égett, hát tisztára a csata volt. Úgyhogy ez volt az első nap, és én ezen mind ott voltam, aztán még volt más események is. Az utolsó az volt, amikor az Üllői úton a laktanyánál már nagy volt a tankharc és komoly csatament, és az épület félig romokba volt. Akkor ott sétáltunk végig az uton, és láttuk, hogy rengeteg halott volt az utcán, és ez már nagyon-nagyon nehéz volt elviselni. Ez nagyon jó tudni, és így még azok, hogy érezte magát, amikor ezeket látta? Hát egy picit mondtam, hogy először rettenetesen felszabadulva, mert rájöttem, hogy nekünk is lehetséges a szabadság, amiről mindig csak úgy hallottunk, a személyes szabadság és az ország szabadsága, és az, hogy nem leszünk oroszok alatt továbbá, az első időben ezt reméltük, és hát egy nagyon-nagyon nagy érzés volt, és azóta sem, egyszerűen nem lehet elfelejteni. Ibi néni, maga mit csinált a forradalom leverése után?
Hát úgy tudtam meg, hogy minden nap bementünk a városba, a belvárosba, és hát ott részt vettünk különböző tüntetésekben, megdobáltuk az orosz tankokat, kiabáltunk velük, stb., hogy menjenek haza. Én személyesen a fegyveres ellenállásban nem vettem részt, mert nem volt mivel, de hát tüntettünk mindenhol, és próbáltuk az oroszokat zavargatni. Az érzésem az volt, amikor megtudtam, hogy nem volt sikerünk, az volt, hogy hát én most valami nagyot kell, hogy csináljak, hogy a saját szabadságomat biztosítsam, mert én többé soha nem akarok senkinek a rabsága alatt élni. És ez volt a rettenetes elhatározás, hogy akkor, ha az oroszok itt vannak, akkor én nem leszek itt. Itt van egy pár érdekes, illetve egy ilyen röplap, ami, amit látni, nagyon öreg, mert ez az eredeti itt van, de egy pár kópia, mert nem annyira a szöveg érdekes, mint az, hogy eredeti, és az mutatja, hogy a magyarok akkoriban, és a fiatalok akkoriban még a csaták mellett a humorokat is megtartották, mert itt egy csomó felhívás van Kádár János nevében, hogy szeretné visszaszerezni a becsületét, stb. Stb. Hasonló tréfás dolgok. És hát a helyzet az, hogy elhoztam, hogy lássátok, ez egy eredeti röplap. Ez nagyon érdekes. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Köszönjük a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap ezévi támogatását, amivel a MAG TV magyar kulturális magazin műsorainak készítését segítették.